Szia! Szekér Viktória vagyok, ez pedig a Tukendoit nyelvtanulás YouTube csatornája, ahol a nyelvek rendszeréről tanulhatsz. A mai napon a francia nyelvről lesz szó, azon belül pedig az előjáró szavakról, vagyis a prepozíciókról. Javaslom, hogy maradj a videó végéig, mert miután megnéztük ezt a nyelvtani részt, rögtön lehetőséged lesz gyakorolni fordítási feladatokon keresztül. Minden francia tanuló életében eljön az a pont, amikor azt kérdezik tőlem, hogy majd átvesszük ezt az a, de, sur, don, és ezeket, és akkor én nagyon szomorú leszek, mert akarok egy megnyugtató végleges választ adni, és nem fogok tudni. Ezek a francia előjáró szavak. Az előjáró szavakat egyébként prepozícióknak is nevezik, préposition egyébként franciául, és van a logikus és nem logikus részük is. Ma a logikus részükre fogunk koncentrálni, a nem logikus részhez pedig adok egy útramalót, hogy örökké kísértsen téged majd az, hogy erre figyelni kell. Nézzük őket, a főszereplőket, a legfontosabb előjáró szavakat. De. A de az mindenhol ott van. Az a francia nyelv közepe. És nagyon érdekes, csak egy ilyen fun fact, amióta kínaiul tanulok, azóta azt tudom, hogy a kínai nyelvnek is a de az a közepe. De a kínai videók hamarosan majd érkeznek, most még egyedre maradjunk ennyiben, de francia, de. Mikor használsz de-t? Először is van olyan, hogy a származásról beszélsz, talán ez a leghamarabbi dő, amivel találkozunk. Je viens de la Hongrie, Magyarországról jövök. De ne keverd, mert ez a venir dő, ez nem az a venir dő, ez nem a passé része. A passé része arról egyébként külön van bejegyzés és videó is a leírásban. Ez csak simán venir dő. Azt a birtoklásban is használhatunk dőt. Itt az a fontos, hogy olyan sorrend van, mint az angolban az of. Tehát azt mondom, hogy a valamie a valakinek. C'est la maison de Julia. Ez Juliának a háza. Aztán térbeli elhelyezkedéssel kapcsolatban is így találkozhatsz dös szerkezetekkel. Ilyen például az à côté de, à droite de, à gauche de. Il y avait un monument à côté de notre appartement. Volt egy látványosság a lakásunk mellett. Ebben a mondatban imparfait használtam és birtokos névmást, úgyhogy ezeket mind megtalálod a leírásban, így bővebben készültek róla bejegyzések és videók is. A mennyiség kifejezésében is találhatsz de-t egyébként. On a acheté beaucoup de produits, ugye a beaucoup de produits, nem is mondom ki, a de-t egyébként, hogyha úgy nagyon úgy akarom mondani, sok terméket vásároltunk. Ezt egyébként passé composé-ban mondtam, szintén van róla külön videó és bejegyzés is. Aztán bizonyos tulajdonságok kifejezésénél is tudod a de-t használni. Ezek igazából ilyen szókincsbeli dolgok, például un billet d'avion, un billet de train, un billet de 100 euro. Tehát itt a de az lényegében a billetnek a jellegét pontosítja. És az igevonzatok. Ez a nem logikus része, hogy a de az igevonzatként is meg tud jelenni, és ez szerintem egy ilyen hát szókincs, vagy szóval írd egy táblázatba, de hogy ez nem lesz olyan, hogy bármi logikát találna benne, ez csak az ember előbb-utóbb vagy tudja, vagy nem, de hogy ott is megjelenik, és ez az, ami egyébként a nem logikus része. Ilyen például parler de, dépendre de, rêver de, avoir envie de, se moquer de, rengeteg. On parlera de plusieurs sujets, beszélni fogunk több témáról. Itt egyébként futur simple igeidőt használtam, erről is találsz bejegyzést és videót a leírásban. Aztán hát a másik főszereplőnk a francia nyelvben, ez az A. Az A is olyan, aki mindenhol is ott van. Nézzük például, hogy hol tudott lenni. Az idő kifejezésénél. Évszakoknál, századoknál, óránál. Például, on travaille chaque jour de 8h à 16h. Minden nap 8-tól 16-ig dolgozunk. Itt még fontos az, hogy a jusqu'ában is ugye benne van, ami szintén a valameddig, hogy egy bizonyos időpontig tartott. Például, on le discute jusqu'au moment où on trouve une solution. Addig beszélünk róla, ameddig találunk egy megoldást. Aztán az A az a helyi kifejezésénél is megjelenhet. Ezt használhatod épületeknél, városneveknél, himnemű országneveknél, de vigyázz, hogy egyébként az országneveknél ant is tudsz használni, például en France, en Hongrie, a nőnemű országneveknél ez máshogy lesz. Est-ce que vous êtes à l'école? Az iskolában vagytok? Itt
francia kérdő mondatot láthattál, és a kérdő mondatról is egyébként elérhetsz bejegyzést és videót a leírásban. Közlekedési mód kifejezése. Ez is fontos, hogyha valamilyen eszközzel mentél valahova, akkor azt is átszerkezettel tudod kifejezni, például je vais à pied, à vélo, à moto. Illetve a tulajdonság kifejezésére is az A is tud megoldást adni, például a café au lait, vagy a tarte au pomme, mindig az ilyen kajáknál, amikor valami ízesítés van, vagy ilyen plusz cucc, azt általában ugye ezt az O, AUX, AU, A, mindenféle ilyen láthatsz, ez a tarte au pomme, tarte au chocolat, tarte au framboise, tehát hogy milyen ízesítésű, ez is megint egy ásszerkezet. És megint az illogikus része, az az ige vonzatok, hogy vannak olyan igék, amik után át kell mondanod, például écrire à, parler à, téléphoner à, commencer à. Feltűnt az, hogy a parler az mind a kettőnél ott volt? Mert hogy a parler után mind a kettő lehet. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy parler à quelqu'un de quelque chose, hogy valakihez beszélek valamiről, akkor mind a kettőt kell tudnod. És ez nem egyedi eset, hogy van, hogy több vonzata van egy igének, úgyhogy francia nyelv. Nézzük a következőt, ő már egy kicsit kevésbé népszerű, a don. Itt is hely kifejezésére tudod például használni. Ez azt jelenti, hogy effektíve benne vagy valamilyen dolog, zárt dologba, például a kocsiban. Il faut qu'on parle dans mon bureau. Beszélnünk kell a irodámban. Ebben a mondatban egyébként bár nem tűnik föl, de szubjonktívot használtam, ez a francia kötőmód, róla is van külön videó és bejegyzés. Az idő kifejezésénél is egyébként használhatod a don't. J'aurais couru le marathon dans 4 heures. 4 óra alatt lefutottam volna a maratont. Itt conditionnel passé van, vagyis a feltételes múlt. Erről is találsz egyébként a leírásban külön anyagokat. Ugyanakkor olyan kifejezésekben is használhatsz don't, mint például a dans la soirée, úgyhogy én azt mondom, hogy egy része tényleg ez, hogy most mikor van don, mikor van de, mikor van á, de javarészt szerintem egyébként kifejezésként fogod megjegyezni. Én legalábbis, amikor tanultam, akkor hát nem az volt, hogy egy táblázat volt a fejemben, hanem sokszor hallottam, és egy idő után tudtam, hogy úgy mondják. Aztán van nekünk még az am, ami szintén hely kifejezéseknél, tehát hogyha helyjel kapcsolatos kifejezéseknél működik, ugye a nőnemű országi neveknél, a városrészeknél, különböző ilyen kontinenseknél, például en Afrique, en Europe, en France, elle habite en Europe, en France, Európában, Franciaországban lakik. Ilyet használhatod a hónapoknál, évszakoknál és évszámoknál is. Je me suis mariée en 2020. 2020-ban házasodtam meg. Közlekedési mód kifejezése. Korábban volt erről szó, hogy ugye lehet A-val is ezt mondanod, viszont ez a francia nyelv, hát annal is mondhatod, például en avion, en voiture, en train. Van nekünk még az anyag és ilyen különböző öltözkedéssel kapcsolatos helyzetek, például une femme est assise sur la chaise en plastique et buvait de l'alcool. Egy nő ült a műanyag széken és alkoholt ivott. Itt az imparfait igeidő, és egyébként az anyagnévvel is megjelenik ebben a mondatban. Igen, ott van a leírásban. És vannak egyéb igevonzatok és kifejezések, amikben egyébként benne van az am, és fontos lehet. Például en ce qui me concerne, être en forme, être en colère, croire és en français. Én egyébként tényleg, hogyha ezt most tanulnám, akkor csinálnék rá egy quizlet study setet, és tényleg szókincsként jegyezném meg, nem ilyen szabályként, mert kevéssé értelmezhető szabályként ezek csak így léteznek. Aztán van nekünk még a pour is, ami ilyen cél és utégcélat tud jelenteni, például je lis cet article pour mieux parler français, azért olvasom ezt a cikket, hogy jobban beszéljek franciául. Ez az időtartam is működhet a pour-nál, például je m'entraîne pour 2 heures, 2 órát edzek. Itt egy visszaható némesen edzek, a visszaható igékről egyébként szintén külön van bejegyzés és videó is. És hát a pár. A pár az egyébként nekünk eléggé fontos, mert majd a passzívban is ő lesz, de ezzel is tudunk helyet kifejezni. Például par cette rue, on peut y aller plus vite. Ezen az úton gyorsabban tudunk oda jutni. Vagy gyakoriságot is tudunk kifejezni, például je voyage à l'étranger, une fois par an. Egyszer egy évben külföldre utazom. És ugye itt már ott van a par an, az a is, tehát hogy ezek egyébként egyszerre is benne lehetnek a mondatban, úgyhogy ezekre tényleg figyelni kell. Közlekedési mód? Hát igen,
volt Devel, meg volt Aval, meg most van Paral. Paravion, például Je voyage, Paravion, repülővel utazok oda. És ami nagyon fontos, az a passzív. Hogyha a passzív szerkezetet nézed, ugye ott arról van szó, hogy a tárgy a fontos, viszont hogyha szeretnéd belerakni azt, hogy ki az, aki csinálta, azt a párral tudod. La voiture a été réparée par elle, ő javította meg az autót. Tarts ki, most már csak tényleg egy van, és utána még megnézzünk párat, ami fontos, és utána már tényleg teljesen kiakadunk. Sur, hely kifejezése, valami rajta van, ugye ez az eredeti jelentése. C'est ton laptop sur le canapé, ez a te laptopod a kanapén? Vagy mindenféle ilyen adó, ráta, meg hány emberből hány. Il y aura un impôt sur notre salaire, lenne adó a fizetésünkön. Itt conditionnel présentot használtam, vagyis a feltételes jelent. Erről is találsz videót a leírásban. Une femme sur trois a eu l'expérience avec ce problème. Háromból egy nőnek volt tapasztalata ezzel a problémával. És egyéb fontos prepozíciók, nézzük meg, hát nyilván ezek, ők nem mind. Tehát, hogy ők csak amúgy fontosak, és gyakran találkozhatsz velük. À côté de, à droite de, à gauche de, après, avant, au-dessous, au-dessus, à travers, avec, chez, contre, d'après, depuis, des, en dehors de, entre, en face de, grâce à, pendant, sauf, sans, selon és vers. És hát, hogyha ez nem lenne elég, akkor még van nekünk ugye az összeolvadások is. Nézzük meg, hogy mi történik a franciában, hogyha például egy de és egy le találkozik. Hát, du lesz belőle. És így láthatod ezeket, hogy a de pluszával nem lesz semmi, de du, meg de, meg o, meg o. Szóval, hogy az a le, meg az a le, meg a de le és a de le, ők mások lesznek, mint hogyha csak külön lennének amúgy. Például ezért van az, hogy café au le van, mert előle, és az előlét azt nem mondják. Azért én sem szeretem ezt a nyelvtani részt, és én tényleg azt gondolom, hogy ezt szókincsként tanuld meg, mint nyelvtanként, de most, hogy ezt így végig szenvedtük, azért gyakoroljunk is. Magyar mondatokat fogsz látni, és fél percedre lesz arra, hogy lefordítsd őket franciára.
És most, hogy gyakoroltunk, nincs más hátra, mint hogy bátorítsadok arra, hogy lájkold a videót, iratkozz fel, kommentelj, oszd meg, és ezzel támogasd azt, hogy minél több ingyenesen elérhető tartalmat tehessek közé. Mindeközben pedig ne felejtsd el, meg tudod csinálni.